Ezt a három érmet nyerte Hajdú Jonatán a Dunaferese kajakkenu szakosztályának kiválósága a Szegedi Ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokságon. A 18 éves versenyző egyéniben a 200 valamint az 1000 méteres távon is világbajnoki címet szerzett, a párosok 1000 méteres számában pedig Bala Leventével a dobogó második fokára állhatott. 1001-esben nagyon jó érzés volt, mivel nem számítottam rá, ott tényleg csak a dobogó volt a célom. Aztán végül is ott a közönség nagyon sokat segített a végén, hogy előre tudjak menni. Tehát ott tényleg már csak az vitt előre, hogy csak a közönségért is megcsinálom, hogy még jobban örüljenek, és végül is sikerült azt is megnyernem. Párosban sajnos lemaradtunk az első helyről, ott volt egy bakink, meg a végét se tudtuk megbeszélni jól, ott is rosszul volt az indításunk a végén, de nagyon elégedettek vagyunk ott a második helyen. 201-esben pedig ott már nagyon kijött rajtam az előző napi fáradtságom, de végül sikerült megvédenem a VB címet. Az utolsó 800-at azt direkt így terveztem, hogy minél jobban tudjak menni, és arra tartogattam az erőmet, és végül is összejött. Az 1000 méteres táv előfutamában majdnem eltaktikázta magát a dunaújvárosi versenyző, de végül bejutott a döntőbe, amit aztán imponáló magabiztossággal nyert meg. Ezek a képek már a szegedi világversenyen készültek. Hajdú Jonatán edzője Molnár Gergely elmondta, nagyon büszke a fiatal versenyzőre, ugyanakkor hangsúlyozta, még rengeteg munka vár rá, ha a felnőtt mezőnyben is eredményesen szeretne szerepelni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban majd edzésszámokban kell minél magasabb adagot létrehoznunk ahhoz, hogy fejlődjön. Igazából ő olyan versenyző, aki nem izgul a versenyeken, tehát nagyon jó adottságokkal rendelkezik ilyen téren. Azt hiszem, hogy ezért is tud nagyon jól felkészülni egy-egy versenyre. A Dunaferese kiválóságának szüksége lesz a minél jobb felkészülésre, ugyanis a 200-as váltó tagjaként részt vesz az augusztusi moszkvai felnőtt világbajnokságon.